Az ünnep azé, aki várja, aki magot szúr ablakába, és gyertya vár az asztalán. A várók nem várnak hiába, egy angyal kopogott talán. Szánsolgás az ablakon túl, vigyázz, kinézni nem szabad. Kün az angyal hadtérről fordul, egy pillanatra látszanak. A karácsonyfát hozzák, hallod? Egy koppanás, és leteszik. Fényben úszik az üvegajtód, s meg is sulgás. Mi ez itt? Zöld angyaltól, egy kis fenyőág, karácsony szagú és meleg. Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát, ez az angyali üzenet. És be is mehetsz, vár az ünnep, és minden zárt ajtót kitár. A fallat angyalok ülnek, az ünnep azé, aki vár.
Árpád Ferenc, ugye hallod szavam? Karácsony van, kis Jézusom, ugye hallod szavam? Segíts nekem, hogy még jobban ismerhessem magam. Segíts, hogy a testvéremnek jó testvére legyek, szeretetem tőled kapjam, és hogy szeressenek. Segíts, hogy a szüleimnek jó gyermeke legyek, megérthessem a világot és az embereket. Karácsony van, kis Jézusom, téged ünnepelünk. Hit, a békes, a szeretet legyen mindig velünk.
családi domokos karácsony. A puha hóban, csillagokban, az ünnepi foszlós karácsony láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra a karácsony. Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindig a kis melegség, hisz arra született az ember, hogy szeressen és szeressék. Hogy ne a hóba, csillagokba, hanem az ünnepi foszlós karácsony, ne díszített fákon, hanem a szívedben legyen karácsony.
Móra László, karácsony. Karácsony édes ünnepén. Legyen ma templom, ki minden éve, melyben a lélek szállnán voltogat. Karácsony édes ünnepén. Legyen imádság, minden gondolat. Legyen ma templom, minden ember szíve, s legyen a templom tiszta, szent fehér. Karácsony édes ünnepén, Istennek tetsző legyen a kenyér. Szálljon szívünkbe áldott a ferat, eszkössel be mind a kezeket. Karácsony édes ünnepén, te légy vendégünk, jóság, szeretet. Akinek könnyet osztogat az élet, és kín a napja, kín az éjjele. Karácsony édes ünnepén, ne fuss előle, ó, beszélj vele. Testét takard be, s enyhítsd sok sebét, ó, lásd meg, tudd meg, testvér ő veled. Karácsony édes ünnepén, a szíved szépül, őt, ha öleled. Az ember szívek örökérő ünre, tegyem össze mind a kezeket. Karácsony édes ünnepén, maradj vendégül, jóság, szeretet. Thank you.
Kedves szülők, kedves gyerekek, kollégák és mindenki, aki ezt a kis filmet végignézte. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a karácsonyi ünnepfárás utolsó időszakában. Ez az időszak mindenkinek, a családoknak, de nekünk az intézményben is igen komoly feladatokat ad. Nekünk be kell mutatni a gyerekeknek, hogy milyen fontos a karácsony, milyen fontos, hogy ilyenkor együtt legyen a család. A család, amely, hogyha szűken vesszük, akkor az apa, anya és a gyerekek. De nekünk van egy nagy családunk, ez pedig az iskolánk. Itt mi a gyerekeket felkészítettük arra, hogy a karácsonyt megéljék, szeretetben, békében, boldogságban, és nem mindig csak az ajándékot várják, hanem azt is értékeljék, hogy együtt lehetnek, egymást szerethetik, és mindenki a fa alatt megtalálja ezentúl az ő kis ajándékát is. Ezen gondolatok jegyében én mindenkinek kívánok áldott, békés karácsonyt a neveltestületünk dolgozóink nevében.